egy hazában. A magyarság értékei a Kárpát-medencében. A rendíthetetlen Páter Godó Mihály. Vannak olyanok, akiket Isten kegyelme arra rendelt, hogy nagy dolgokat cselekedjenek. Godó Mihály közéjük tartozott. 1913. szeptember 25-én született Kisiratoson, Húsz évesen lépett be Szatmáron a jezsuitákhoz. 1942-ben szentelték pappá. Elsőként egyetemi lelkészként szolgált a Magyarországhoz visszatért Kolozsváron. 1945-től aztán elkezdődtek a megpróbáltatások, immár újra a román fennhatóság alatt. Miután feloszlatták a jezsuita rendet, a páter levelet terjesztett a papság körében, a Rómához és a püspökükhöz, Márton Áronhoz hűtlen papok kiközösítését szorgalmazva. Ezért és kapcsolatáért a Szentlélekkel 1953-ban 16 évre ítélték. A kommunista Románia legszigorúbb börtöneiben raboskodott, 8 évet magánzárkában töltve. 1979-ben újabb 6 év börtönt kapott. Az ártatlanokban tartotta a lelket, gyilkosok tértek meg a kezei között. Kérvényezte, hogy végleg közöttük maradhasson, mint lelki gondozójuk. Ezt természetesen nem teljesítették. 68 évesen engedték ki. Újaradon, Mihalán és Pankotán teljesített szolgálatot. Élete utolsó éveit a Szent Annai öreg otthonban töltötte. Páter Godó Mihály 1996-ban hunyt el. Szenvedéseiért a mindenható azzal jutalmazta, hogy halála napján is elmondhatta szentmiséét. A kisiratosi temetőben álló síremlékén a következőt olvashatjuk. Történelem tűrő próbáját állta, mint a hős mártírok. Nem törték meg sem a börtön, sem a vörös pilátusok. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.